Sziasztok! Egyszer készült nekem még nagyon hosszú évekkel ezelőtt egy top 20-as listám a kedvenc filmjeimről. Úgy voltam vele, hogy ideje lenne remake-elni ezt a listát, ugyanis hát voltak filmek, amik egyébként is kikerültek volna, de hát ugye az azóta eltelt évek alatt is láttam nem egy olyan alkotást, ami hát elég hamar bekatapultált nálam az első 20 helyezett közé. Úgyhogy ezt az újra gyártott listát fogjátok most látni, remélem, hogy tetszeni fog, jó szórakozást hozzá. 20. helyen áll nálam Takeshi Kitano legjobb rendezése, a Tűzvirágok. Tartok tőle, hogy itthon nem annyira ismert ez az alkotás, pedig Istenem, micsoda ereje van. A Kitanóra annyira jellemző, visszafogott, kissé nyers határozottság, őszinte, mély érzelmekkel párosul, ez az ötvözet pedig egy egészen egyedi, varázslatos egyveleget alkot, ami érdekes módon nem válik egy pillanatra sem ellentmondásossá, hanem képes egymást kiegészítve, sőt egymást felerősítve működni. A Tűzvirágok egy fájdalmasan szép történet a barátságról és a szerelemről, és képes ezekről a talán legerősebb emberi kötelékekről szeliden, mégis húsba vágó erővel mesélni. A befejezés pedig azt hiszem csak annyit mondok, hogy soha egyetlen film sem bírt olyan katartikus, sokkoló, mindezek ellenére gyönyörű utolsó egy perccel, mint a Tűzvirágok. 19. a listán a Space Jam. Igen, tudom, hogy sokan most biztosan azt kérdezitek, hogy mi a jóisten bajom van nekem, hogy egy ilyen filmet a listára teszek, de tudjátok mit? Szerintem pont ez adja ennek a listának a szépségét. Itt nem a 20 legjobb filmről beszélek, ami valaha készült, hanem a 20 személyes kedvencemről, azok között pedig a Space Jamnek betonbiztos helye van. Egy nagyon kreatív, vicces, pörgős alkotás tele jobbnál jobb ötletekkel, és természetesen a 90-es évek egyik, hanem a legjobb filmzenéjével. Michael Jordan ugyan iszonyatosan béna a főszerepben, de szeretnivalóan béna, és az ember nem tud vele nem szimpatizálni. Emellett technikailag is kifogástalan alkotás, és nem csak a CGI-ra gondolok, hanem például a film elejé kosárlabdás montázsra. Nem ragozom tovább, a Space Jam számomra az a film, amit ha soha többé nem nézhetnék meg, biztosan depressziós lennék. 18. helyen áll a Matrix, amiről szerintem igazán nem kell sokat beszélnem. Korszakalkotó, monumentális film, egyszerre piszkosul látványos és gondolatokat ébresztő történettel, és rengeteg olyan vizuális megoldással, ami alapjaiban határozta meg a számítógépes effektek későbbi használatát a hollywoodi alkotásokban, sőt még azokon túl is. Igazi klasszikus, amit megszámlálhatatlanul sokszor parodizáltak ki és másoltak le, és ami a bemutatását követően egyértelműen filmtörténelmet írt. A 17. egy igazi szívmelengető, de nagyon szomorú film, a Hachi a leghűségesebb barát. Pedig hány, de hány fronton elcsúszhatott volna ez az alkotás? Minden adva volt ahhoz, hogy egy hatásvadász gics cunami kerekedjen ki belőle, ám az alkotók rendkívüli szép érzékkel nyúltak Hachiko igaz történetéhez. Az elhunyt gazdáját évekig kitartóan váró kutya szívszorító története méltó feldolgozást kapott. A Hachiban minden tökéletesen a helyén van. Humoros, érzelmekben gazdag, az égvilágon semmilyen ártalmas üzenetet nem közvetít, és ami a legfontosabb, megható. Sőt, talán a legmeghatóbb film, amit életemben valaha láttam. Amondó vagyok, hogy a Hachi az a film, aminek utolsó fél óráját egyszerűen képtelenség sírás nélkül végignézni. A 16. Neil Blomkamp első és mindmáig legjobb filmje, 2009 számomra legjobb alkotása, a zsigerekig hatoló kegyetlen holokauszt kifi, a District 9. Ez a film számomra semmit nem veszített az erejéből, mióta legelőször láttam, sőt, amondó vagyok, hogy csak még nemesebbé vált a szememben. Elképesztő, hogy egy első filmes rendező egy ilyen komplex és vitathatatlanul húsba vágó üzenettel rendelkező alkotást prezentált nekünk. A District 9 nyers őszintességgel mutatja be, hogyan reagálna valójában az emberiség, ha kapcsolatba kerülne egy földön kívüli életformával. A sokszor dokumentarista stílus és a lehengerlő fényképezés már csak habatortán, de hozzá kell tenni, hogy gyenge idegzetőeknek nem feltétlenül ajánlott próbát tenni vele, és itt most főleg az első fél órára gondolok.
Na és persze Sártó Káprit is ki kell emelni, aki élete első filmszerepével rögtön egy akkora alakítást tett le az asztalra, amivel számtalan néző bizalmát elnyerte, és azóta is méltó rá. A 15. az egy csodálatos elme. John Nash élete mindenképpen filmre kívánkozott, hiszen a Nobel-díjas matematikus professzor skizofréniában szenvedett, ami az idő előre haladtával egyre erősebben elhatalmasodott rajta, ez pedig rengeteg megpróbáltatásnak tette ki a férfit és a feleségét is. Ron Howard bravúrosan oldotta meg a feladatot, ugyanis száraz papírízű felmondás helyett egy érdekes, végig izgalmas és ami a legfontosabb, egy nagyon szórakoztató filmet tett le elénk. Az egy csodálatos elme, ha bár több megrázó jelenettel is rendelkezik, nem fél sokszor humoros lenni, ennek köszönhetően végig fenntartja a néző érdeklődését. És persze mindez köszönhető még a kifogástalan színészi játéknak is. Russell Crowe élete alakítását nyújtja, nagyon sajnálom, hogy nem tüntették ki Oscar-díjjal, de legalább Jennifer Connelly megkapta, abszolút megérdemeltem. A befejezés pedig noha minimálisan azért átlépi a gics határt, így is nagyon-nagyon szép. Súlyos vizekre evezünk, a 14. helyen szerepel ugyanis az az alkotás, ami sokáig a kedvenc magyar filmem volt, a Dealer. Experimentális hatású, meditatív és elvont hangulatú utazás egy dealert követve. A fiatal srác számos embert látogat meg egynapos útja során, ezeken keresztül számos különböző élethelyzet és emberi sors tárul a szemünk elé, és mondanom sem kell, egyikkel sem szeretnénk még véletlenül sem cserélni. A Dealer legfőbb ereje éppen a visszafogottságában rejlik. Nincsenek katartikus képsorok, nincs érzelmi kirohanás, csak a monoton, komor szürkeség és a háttérben folyamatosan jelenlévő kísérteties zörejek. Ez a fajta minimalizmus és lassúság sokak számára visszatetsző lehet, én viszont azonnal a hatása alá kerülök, mindegy hanyatszorra nézem meg. Olyan sötét, túlvilági hangulatú utazás ez, amihez mindenképpen gyomor és türelem kell, de cserébe egy olyan élményt kapsz, amit sehol máshol. Egyik melankólikus, nehezen emészthető filmből rögtön ugrunk is a másikba, a listám 13. helyén a Stalker áll. Tarkovsky hatalmas rendező volt, és a Stalker számomra vitán felül a legjobb film, amit valaha készített. Hasonlóan a Dealerhez itt is egy utazást követünk végig, három embert, akik belépnek a zónába, hogy felleljék a rejtélyes szobát, ahol állítólag teljesülnek az ember legbelső vágyai. Mindez majdnem 3 órás játékidővel, rengeteg hosszú, néma beállítással és egy olyan üzenettel, ami örökérvényű lehet az egész emberiség számára. A Stalker kiragad téged a világodból és testközelből mutatja meg neked a zónát, ami egyszerre fenyegető, de mégis brutálisan gyönyörű tud lenni. A Stalker főszereplői valójában nem az emberek, hanem maga a zóna. Egy élő, lüktető szervezet, aminek működését teljes mértékben átérzed a film végére, és egy olyan érzésed lesz, hogy ezáltal több lettél, hogy valami olyat láttál most, amit egész életedben vinni fogsz magaddal. Ennél többet egy film hogyan is kívánhatna? 2 ennyire súlyos mű után következzen valami könnyedebb, a lista 12. helyén a kedvenc vígjátékom a Nekem 8 áll. Igazából sok mindent nem tudok mondani, számomra ez az a film, amit akármikor, de tényleg akármikor meg tudok nézni, mindig ugyanúgy kifolynak a számon a belső szerveim a röhögéstől. Megértem, a sokaknak nem akkora szám ez a film, hiszen sem történetben, sem dramaturgiában nem kimagasló, viszont a vicces szituációkat olyan elegánsan halmozza fel, és a legtöbb nálam tényleg visítva röhögős kategória, gondoljunk csak a pók mászik a fejeden jelenetre, vagy Zippire a kekszemberre, vagy a táncoló biztonsági őrre, vagy a mama a dugi mustárjára. Tim Robbins tőle megszokott módon zseniális, Martin Lawrence pedig önmagához képest és egyébként is kifejezetten visszafogott és szimpatikus, kimondom kereken, tök jól alakít, és kettejük párosa nagyon is működik. Ha választanom kéne 3 filmet, amit egy lakatlan szigetre magammal kell vinnem, és életem hátralevő részében csak azokat nézhetem, a Nekem 8 biztosan közöttük lenne. A másik 2 pedig lenne a Space Jam meg a Mortal Kombat. 11. A Macbeth. Justin Kurzel filmje hihetetlen látványvilággal bír, a vizualitás egyenesen berántja a nézőt, testközelből mutatva meg így Macbeth trónra kerülésének, majd fokozatos megőrülésének tragédiáját.
Kevés film mondhatja el magáról, hogy szinte minden képkockája beleég az ember emlékezetébe, de a Macbeth esetében ez maximálisan így igaz. A színek és a tájképek használata, az operatőri munka és a zenei aláfestés egymással összenem téveszthető ötvözetet alkot. Michael Fassbender szerintem életében nem volt annyira jó, mint itt, és Marion Cotillard is mindenképpen kiemelendő, na és persze a nyelvezet. A film a klasszikus shakespeare-i nyelvezettel lett leforgatva, ami egy egészen különleges atmoszférával ruházza fel ezt az amúgy sem mindennapi, lenyűgöző filmalkotást. A top 10-be éppen csak bekerült egy igazi klasszikus, minden idők legjobb western filmje, a Jó, a Rossz és a Csúf. Csúnya szégyen volt számomra, hogy ez a film annó az előző top 20-as listámból kimaradt, pedig bérelt helye kellett volna, hogy legyen. Sergio Leone dollár trilógiájának záró darabja és messze legjobb része, egy monumentális, 3 órás alkotás, ami számomra azért igazi kedvenc, mert megtalálható benne minden olyan dolog, ami megtalálható a klasszikus westernekben is imádom, viszont azokat a tipikus jellemzőket, amiket nem szívelek annyira a klasszikus westernekben, teljes mértékig mellőzi. A sztori veszettül pörög, a karakterek mindegyike igazi kincs, az egész történetnek van egy korát meghazudtoló sodrása és lendülete, tele van olyan emblematikus jelenetekkel, mint a kínzó barangolás a sivatagban, a híd felrobbantása, a csúf lelövése a kötélről, vagy a felejthetetlen finálé a temetőben. Ja, és persze a filmzene. Szerintem csak annyit mondok, hogy a legjobb zene, amit valaha filmhez készítettek. 9. helyen egy újabb magyar alkotás áll, minden idők legjobb rajzfilmje és minden idők legjobb gangsterfilmje, a Macskafogó. Imádom, hogy egy film ennyi emlékezetes karaktert és párbeszédet fel tud vonultatni alig másfél óra alatt. Olyan beszólások hangzanak el percenként, ami többsége megérdemelten vált szállóigévé, emellett pedig a filmnek egy olyan utánozhatatlan stílusa van, ami egyszerre idézi meg a klasszikus gangsterfilmek és noárok hangulatát, de nem fél rajzfilmként sem létezni. Ternovszky Béla és Nepp József munkásságának egyértelműen legragyogóbb égköve a Macskafogó, ami már a bemutatásakor is klasszikus volt, és örökké az is marad. 8. helyen áll az a film, ami a legnagyobb hatást gyakorolta rám az eddigi életem során, a Békés harcos útja. Dan Millman igaz története igazán inspiráló lehet bárki számára. A Békés harcos útja az a film, ami képes erőt adni, mikor úgy érzed, hogy nincs miért felkelned reggelente, képes célt mutatni, mikor úgy érzed, nem érdemes tovább küzdened, és képes motiválni téged, mikor úgy érzed, minden erőd elhagyott. Azok az elképesztő erejű párbeszédek, és az a sok őszinte bölcsesség, ami ebben a filmben helyet kapott, lehetett volna egy szájbarágós, közhelyes szentbeszéd is, de szó sincs erről. Minden jelenetből sugárzik az alkotók adni akarása, a feltétlen törekvés, hogy a film üzenetének minden részletét átadják nekünk. Nick Nolte és Scott McLovich egyaránt kiválóak, a zene kifogástalan, és mindezeket megkoronázza a néha-néha kissé szürreálissá váló történetmesélés, ami elsőre furcsának tűnik, de bravúrosan olvad össze a film többi részletével. Na és persze a túrázós jelenet a végén a kővel. Amíg csak élek, nem felejtem el soha. 7. helyen áll minden idők legjobb trilógiája, a Gyűrűk ura. Tudom, hogy megúszós megoldás egy komplett trilógiát betenni egy ilyen jellegű listába, de a Gyűrűk ura esetében mégis ezt éreztem a legigazságosabb megoldásnak. Mindhárom rész korát meghazudtolva robbantotta az egekig a fantasy műfajt, és tulajdonképpen azóta is masszívan uralja a trónt. Minden megvan ebben a három filmben, amiért a fantasy műfajt szeretni lehet. Rengeteg karakter és helyszín, szemedgyönyörködtető látvány, egy érdekes, izgalmas és hatalmas virággal karöltve, lélegzetelállító zenei aláfestés, és a nyelvezet maga is külön dicséretet érdemel, kevés filmben beszélnek annyira szépen, mint a három Gyűrűk ura filmben. Nagyon nem véletlen, hogy a Gyűrűk ura viszonyítási ponttá vált a filmtörténelemben. Ilyen nagyszabású, monumentális filmtrilógia talán csak a Star Wars volt ezelőtt. Éppen csak lecsúszott a top 5-ről az a film, ami a listám legrégebbi darabja, ugyanis 6. helyen a 12 dühös ember áll, és hát mit is lehetne elmondani egy olyan filmről, ami már több mint 50 éve lett bemutatva, és a mai napig semmit nem veszített az erejéből és az aktualitásából, bármikor, bármennyiszer újra nézhető, és igazából mindenkinek ajánlható.
az emberi viselkedés formákat és az emberi magatartás döbbenetes mélységeit tűpontossággal bemutató dráma igazából 12 eskütről szól, akik hát igazából másfél órán keresztül egy szobában ülnek és arról vitáznak, hogy a fiú, akit gyilkossággal vádolnak, vajon bűnöse vagy nem. Látszólag ennyi történik a filmben, ez a másfél órán keresztül tartó folyamatos párbeszéd viszont olyan elképesztő és sokszor szinte felfoghatatlan mélységekbe nyúlik le, amire az ember szerintem abszolút nincs fölkészülve, hogyha ismeretlenül nézi meg ezt a filmet, ami nehéz, tekintve, hogy a 12 dühös ember az egyik legismertebb film a világon, és hát sok helyen minden idők legjobb filmjének is választották. Júniusban is volt erre egyszer példa. A 12 szereplő mindegyike érdekesen megírt karakter, saját, önálló gondolkodásmóddal, alibizésről pedig még véletlenül sincsen szó. Egy tökéletesen megírt, gyakorlatilag hibátlan film a 12 dühös ember. A 12 dühös ember után következzen az eső ember, aki az 5. helyen áll. Ez a film az előző top 20-as listámban még az első helyen volt, mint mondtam, nagyon sok minden változott azóta, így végül kijebb tolódott, de szerintem szégyenkezésre így sincs oka. Raymond Babbitt figurájának óriási szerepe volt abban, hogy az autizmus, ez a különleges fogyatékosság elfogadottá váljon a hétköznapi emberek számára is. Az esőember egy road movie keretében szövi egymás mellé a viccesebbnél viccesebb szituációkat, de azokban a pillanatokban sem val kudarcot, mikor a drámai oldalát kell megmutatnia. És nem csak, hogy nem val kudarcot, hanem mindenfajta manírosság nélkül képes komoly érzelmi hatást elérni a nézőnél. Mindezt természetesen elengedhetetlen volt Dustin Hoffman az autista Raymond szerepében, aminek jutalma egy teljes mértékig megérdemelt Oscar-díj volt. Tom Cruise méltó partnere volt ebben, abszolút felnőtt a feladathoz. Az eső ember szerintem az a film, amit nemtől, szexuális és vallási beállítottságtól függetlenül minden embernek látnia kell. A 4. helyezett a legfrissebb film a listán, egyúttal a kedvenc magyar filmem a Testről és lélekről. Film még soha nem hozta ennyire intim közelségbe a szereplőit, mint Enyedi Ildikó alkotása. A Vágóhídon apránként kibontakozó szerelmi történet minden pici rezdülését megéljük és átérezzük, belelátunk a két főszereplő lelki világába és érzéseibe, úgy, hogy sok esetben ehhez párbeszédekre sincsen szükség. Az egész filmre jellemző egyfajta varázslatos, kicsit meseszerű atmoszféra, ami egészen egyedivé teszi az összképet, és mindezekben még olyan pillanatok is belefértek, mint a végén látható fürdőkádas jelenet, ami egyszerre tud sokkoló, vicces és abszurd lenni. Morcsányi Géza játéka kifejezetten megnyerő, az ember meg nem mondaná róla, hogy igazából nem is színész, Borbély Alexandra pedig mindenfajta túlzás nélkül a világ egyik legjobb színészi teljesítményét produkálja. Büszke vagyok rá, hogy a mi kis országunk egy ilyen mással össze nem hasonlítható, csodálatos filmet alkotott. 3. helyezett, vagyis a bronzérmes, a Die Hard 3, az élet mindig drága. Erről a filmről Black Sheep is azt mondta, hogy valószínűleg ez az, amit a legtöbbször láthattunk, és ezzel, hát én is így vagyok. Én sem számoltam, de a Die Hard 3 szövegkönyvét már 10 évesen fejből el tudtam mondani. Szerintem ez elég sokat elmond, többek között azt, hogy a Die Hard 3 egy elképesztően kipaszottul jó film, és igazából az a gond, hogy csak a Black Sheep videójában elhangzottakat tudom ismételni. A Die Hard 3 tökéletesen megmutatja, hogy milyen egy vegytiszta akció-vígjáték. Egymásra halmozva viccesebbnél viccesebb képsorok, gondoljunk csak a szökőkutas jelenetre, vagy a telefonos rejtvényre, vagy a taxis áthajtásra a Central Parkon. Ezek olyan képsorok, amikre az ember, ha csak rá gondol, a belét kiröhögi, ellenben az akciók magával ragadóak és nagyon brutálisak. John McClane igazából ebben a Die Hard részben vált azzá a John McClane-né, amivel magát a karaktert is azonosítják, ez a lecsúszott, alkoholizmus szélén álló, megállás nélkül fejfájással küzdködő, igazából az egész világgal tele van a tököm karakterré, és mellé persze megkapta Samuel L. Jackson-t, alias Zeus-t, akivel filmtörténelmi párost alkottak,
mint ahogy a főgonosz is filmtörténelemben élő, hiszen Simon Gruber messze a legjobb gonosz, amit Die Hard filmekben valaha láthattunk, úgy, hogy ebbe Hans Grubert is beleszámoltam. A Die Hard 3 azon ritka filmek egyike, amikor a folytatás nem csak hogy jobb, mint az első rész, hanem kilométereket ver rá, úgy, hogy már az első rész is kicseszettül jó volt. Ha valami, akkor ez mindenképpen teljesítmény. Második helyezett az a film, ami pár hónappal ezelőtt még az első helyen volt, de hát történtek változtatások, ez az Összeomlás. Sok mindent nem szeretnék mondani, mert egy gyöngyszem videót már készítettem erről az 1993-as fantasztikumról. Szerintem film nem rendelkezett még olyan rendkívül erőteljes és nagyon aktuális üzenettel, mint az Összeomlás, mert ezzel szinte minden ember a Földön azonosulni tud. Egy kis emberről szól, aki becsömörlik a mindennapi stressztől, a folyamatos megaláztatástól, és gyalog, hazaindul a kislánya születésnapjára, és bárkit, aki az útjába áll és beleköt, a legdrasztikusabb módszerekkel küld el, hát ha a más világra nem is, de melegebb éghajlatra mindenképpen. William Foster figurája az egyik legmegosztóbb, amit filmben valaha láthattunk, mégis képtelenség nem szimpatizálni vele, hiszen Foster jobbára azokat a tetteket hajtja végre, amiket szívünk mélyén nagyon sokszor mi is megtennénk. Michael Douglas alakítása szerintem a legjobb, amit filmben valaha láthattunk. Úgy értem, hogy egyáltalán bármilyen filmben valaha láthattunk. Annyira sok pozitív összetevője van, hogy azt felsorolni nem lehet. Maga a történet, a színészi játék, Prendergast nyomozó mellékszála, a rengeteg idézhető és felemlegethető jelenet, ami ebben a filmben van. Meg kell nézni. Nem beszélni kell róla, mindenki azonnal fejezze be, amit éppen csinál, és nézze meg az Összeomlást. Jöjjön hát az első helyezett, az aranyérmes, a dobogó legfelső foka, a film, ami hát letaszította a lista első helyéről az Összeomlást, és ez nem más, mint a Holló. Talán nem lepődtetek meg, mert itt-ott már említettem, hogy Alex Proyas rendezése egy megkerülhetetlen klasszikussá vált az én számomra, és akárcsak az Összeomlás és nagyon sok korábbi film esetében, amit a listában említettem, itt is bajban vagyok, hogy hogy tudnám a legjobban és a legrövidebb idő alatt összefoglalni, hogy miért a Holló van nálam az első helyen. De ha mindenképpen mondanom kéne valamit, a szemet gyönyörködtető, egyszerre mocskos és csodaszép látványvilág mellett, a lehengellő zenei aláfestés mellett, a rendkívül erős színészi játék mellett, mert amit Brandon Lee-től látunk, az tényleg idézőjelbe teszi a színész összes korábbi akciófilmes próbálkozását, de például Michael Wincott a főgonosz szerepében szintén örökké nyomot hagy a nézőben. Mégis talán a Holló az a film, ami érzelmileg a legnagyobb hatást tette rám idáig. Nem tudom kivonni magam az alól, hogy ez a film milyen megkapó gyönyörűséggel mutatja be azt, hogy mit is jelent valójában a szerelem. Az igazi, őszinte szerelem, ami a halálon túl is tart. Mert miközben látjuk Eric Draven-t, ahogy leszámol ezekkel az undorító rossz fiúkkal, végig érezzük, hogy miért teszi ezt, hogy milyen belső fájdalom hajtja őt, és hogy a gyász mennyire felőrli minden egyes percét, amit a halálból visszatérve a szerelme halálának megbosszulásával tölt. Mindezek együttesen alkotnak egy olyan milliót, ami egyszerre utaztat minket végig a mennyen és a poklon. Ennyi lett volna a lista, köszönöm szépen, hogy megnéztétek, remélem, hogy tetszett, és ki tudja, lehet, hogy pár év múlva újra jelentkezem egy Top 20 kedvenc filmek videóval, hiszen ebben a listában pont az a szép, hogy bármikor változhat. Addig is köszönöm szépen a figyelmet, legyetek jók, és sziasztok!